Hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a HAL-adó kötözködőjében, ahol most arról lesz szó, hogy hogyan lehet tökéletesen egyforma előkéket kötni. Egy korábbi videón kapcsán érkezett a kérdés, hiszen ott bemutatott eszközzel nagyon egyszerű ezt megoldani, hiszen megkötjük a végfület, utána a horgot megkötve ezzel a kis szerkezettel tökéletesen egyforma hosszúságú előkéket lehet kötni, csupán be kell előtte állítani azt, hogy milyen legyen a hossza az előkének. Viszont vannak a metódos előkék, amelyek ugye nagyon rövidek is, ehhez még egyelőre nincsen ilyen szerkezet, ezt én is kézzel szoktam kötni, és kérdeztétek tőlem, hogy ott hogyan lehet azt megoldani, hogy tökéletesen egyforma hosszúságú legyen az előkének a hossza. Hát ez a kis epizód erről fog most szólni, meg fogom mutatni, hogy magán az előke tartókon hogyan lehet ezt megoldani, hiszen azokon is van ehhez egy kis segédeszköz, illetve mutatok egy olyan kis eszközt, amit külön lehet megvásárolni, és mindenféle előke hosszra van rá sablon, viszont a használata az nagyon nem mindegy. Itt vannak előttem a különböző gyártóknak, vagy márkáknak az előke tartói, a Matrix, itt egy Preston, itt van egy Guru előke tartó mellettem, és hát mindegyikbe be van építve egy ilyen kis sablon, itt a Matrixon mutatom, ők ide rakták a végébe, ebbe három különböző hosszúságú, vagy két különböző hosszúságú előkét lehet kötni. Persze, hogyha visszahajtjuk, akkor még ezt lehet növelni ezeknek a hosszát. Itt van a Prestoni, ők ideépítették be ezt a kis sablont, még a gurusok, ők a legvégébe építették be ezt a kis sablont. Mindegyiknek az a jelentősége, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, ebbe 5, ebbe 3, ebbe szintén ebbe 4, különböző kis sablon, attól függően, hogy milyen hosszúságúra szeretnénk kötni az előkéket. Mielőtt megmutatnám a használatát, még essen egy pár szó erről a Ringers ilyen kis előke kötő sablonról, mondjuk így. Ezen az létező összes hosszúsága 4 incstől kezdve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 incs hosszúságban lehet kötni az előkéket, és mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan kell ezeket használni.